Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, önök a Túri Hírmondót látják. 2017. szeptember 22-e péntek van, a pontos idő pedig 19 óra. Nézzük a mai műsor tartalmát. Lehet lombot égetni, elmondjuk milyen feltételekkel. Többen támogatják a kóborka állatotthont. Októberre egy hosszított víradással készül a Vörös Kereszt. Lehet lombot égetni, de csak megfelelő időjárási körülmények között és belterületen, emelte ki Liszkai Zoltán tűzoltó ezredes, aki mindenkit figyelmeztet arra, hogy országos és helyi tűzvédelmi szabályokat sért, aki nem így tesz. Ugye ilyenkor ősszel hullatják a fák a leveleiket, méghozzá meglehetősen szép számban. Van, aki ezt esetleg el szeretné otthon a ház körül égetni. Megteheti-e? És hogyan, mikor teheti meg? Erre megvannak a szabályozók. Egyrészt az országos tűzvédelmi szabályzat, másrészt a helyi önkormányzatok hozhatnak rendeletet. Így tett Mezőtúrváros önkormányzata is, mely szerint minden év október 1-től következő év április 30-áig lehet minden nap 10-től 18 óra között, természetesen amikor nincs viharos szél, tehát megfelelőek az időjárási körülmények, csak a belterületen, a saját portáján belül ilyen lomb, nyesedék, ami így felhalmozódik, azt megfelelő körülmények között a tűzvédelmi szabályok betartása mellett elégetheti, de csak belterületen és csak a lakóingatlanán belül. Tehát belterületen, kint az utcán ott nem lehet égetni. Természetesen azért figyelni kell a szomszédokra, hogyha mondjuk hétvégén akarja ezt valaki égetni, és egy kicsit nedvesebb az a gaj vagy lomb, tehát azért akkora füstöt ne csináljon, hogy mondjuk zavarja a szomszédot, mert egyrészt meg is tévesztheti, hogy esetleg komolyabb probléma van, vagy esetleg a kiteregetett ruhák is füstösek lesznek, és azért a szomszéd, vagy akár a saját ruhái azért így nem megfelelőek lesznek, lehet még egyszer kimosni, és ebből egy kis probléma is lehet a szomszédok között. De még egyszer visszatérve, az a lényeg, hogy tehát a szabályozás engedi belterületen, saját portán belül, de csak lomb és ilyen nyesedék, semmi nemű kommunális hulladék, műanyag, festékes flakon, tehát festett fa, tehát ilyeneket semmiféleképpen, ez tilos. Aki ilyet éget az engedélyezett időponton belül is, az ellen eljárást kell kezdeményezünk, mert szennyezi a környezetét, és a levegő tisztaságvédelméről szóló jogszabály alapján a környezetvédelmi hatóság eljár vele szemben. Külterületre más szabályok vonatkoznak, külterületen is lehet égetni, de csak megfelelő, ott is a jogszabálynak megfelelően, és csak engedély alapján, tehát engedélyt kell kérni a tűzvédelmi hatóságtól, a kirendeltségektől, és így lehet külterületen is égetést végezni. Tehát ezeket a szabályokat be kell tartani. Nagyon fontos, ha otthon végezzük, ha külterületen, mindenféleképpen a környezetének tisztának kell lenni, tehát ne legyen gazos, gyomos, mert azon el tud úgymond legelni a tűz, hogyha nem figyel oda valaki, lapát, villa, gerebje legyen a helyszínen, vödörben víz, olyan, ami hogyha véletlenül probléma van, akkor el lehessen oltani, csak akkor a tüzet gyújtsunk, amit felügyelet alatt tudunk tartani, kordában tudunk tartani, és hogyha befejezzük ezt az égetést, akkor teljesen el kell oltani, tehát izzóparázsló részeket ne hagyjunk, mivel utána, hogyha mondjuk megváltozik az időjárás, föltámad a szél, ebből utána komoly tüzeket tud okozni, tehát odafújja éghető anyaghoz, ott a mondjuk egy melléképületnél tűzifa, szén, bármi be van oda termelve, és egy kis idő múlva arra lesz figyelmes valaki, hogy füstöl vagy ég a melléképület, és ebből nagyobb probléma, nagyobb kár keletkezhet. Az ősz beköszöntével a közlekedési viszonyok is megváltoznak. Mire kell figyelnünk? Hát igen, ilyenkor lecsökken a hőmérséklet, párás, ködös, nyálkás lesz reggelente az út,
netalántán, hogyha egy kicsit már tovább gondolunk, akkor minimálisan, de azért fagy is, fagyhat is, és hát ez a közlekedőknél azért problémát okozhat, hogyha nem készül föl megfelelően. Főleg itt gondolok a gépjárművezetőkre, mert nyári gumi van még, nyári közlekedésre vannak beállva, tehát azért téli közlekedésre azért úgy át kell egy kicsit állni, és folyamatosan azért lehet erre készülni. Nagyon fontos, hogy megváltozik a fékút, tehát ezen a csúszós úton nagyobb a féktávolság, tehát nehezebb megállni. Hogyha olyan hosszabb útra megyünk, és már ilyen hidegebb időszak van, akkor mindenféleképpen nagyon fontos, hogy a ablakmosó legyen feltöltve, üzemanyag legyen, melegebb, esetleg pokrósz legyen a kocsiban, telefon legyen föltöltve megfelelően, tehát azért ezekre figyelni kell, de ugyanúgy ez vonatkozhat mondjuk kerékpározásra, mondjuk itt mezőtúron elég sok kerékpáros van, ez is nagyon fontos, hogy erre is figyelni kell, de a motoroknál is, tehát ezeket figyelni kell, figyelembe kell venni, és a sebességet, követési távolságot így kell megválasztani. Sokan akarják segíteni a kóborka állatotthon munkáját. Többen felajánlották adójuk 1%-át, amelyel városi viszonylatban egy nagyon szép összeg gyűlt össze, árulta el televíziónknak Varga Katalina Túri Állatvédők Közhasznú Egyesületétől, aki arra is felhívja a figyelmüket, hogy egy munkatársat keresnek az állatotthonba. A kóborka állatotthon életében most milyen aktualitásokról tudna beszámolni? Most egy nagyon adhok aktualitásunk van. Még igaz, nincsen a számlánkon, de a NAV honlapján megnéztük, és tudjuk, hogy az adó 1%, amit a lakosság adakozott az egyesületünk részére, 2.286.000 forint. Ez mezőtúri viszonylatban egy gyönyörű összeg, és mi nagyon szépen köszönjük annak a 651 embernek, aki ránk gondolt, és árva kutyáinkat segíti ezzel. Annyit azért szeretnék elmondani, hogy napi szinten, mivel most is van 95 kutyánk, plusz idéglenesnél is van egy közel 10, napi szinten több mint 30 kiló táp fogy el. Ez, ha felszorozzuk 30 nappal, havi szinten 900 kiló, és ha csak egy 300 forint per kiló tápot nézünk, az is 270.000 forint egy hónapra. Ha ezt felszorozzuk 12 hónappal, akkor ez több mint 3 millió forint. Tehát mi a továbbiakban is úgy tudjuk a munkánkat végezni, hogy az ivartalanítások menjenek, az oltásokat, csippet a kutyák megkapják, ha betegek gyógykezelve legyenek, esetlegesen műtéteket is be kell tudni vállalnunk, ami egy csonttörés, egy csontműtét az közel 100.000 forint is lehet, illetve Pestre kell vinni ez ügyben őket. Csak úgy tudjuk a kutyáinkat biztonságosan tovább gondozni, ha továbbiakban is ugyanúgy segítenek bennünket az emberek, mint eddig. Tehát ez az adó 1% egy nagyon szép összeg, de sajnos nem elég az állatotthon, a menhely fenntartásához. Említette, hogy 95 kutyáról gondoskodnak, ez azért egy nagyon nagy szám. Hány ember dolgozik a menhelyen jelenleg? Tulajdonképpen a 95 kutyát most 3 ember látja el. Van egy nyugdíjas tagunk, aki teljesen önként ingyen és bérmentve dolgozik. Nagyon nagy köszönet érte neki, mert minden nap 365 napban kint van. Illetve van pályázat útján 2 közfoglalkoztatottunk, egy férfi és egy nő és egy férfi, és lenne még lehetőségünk egy harmadik embert alkalmazni, mert pályáztunk rá, viszont nem jelentkezik pillanatnyilag senki. Úgyhogy itt szeretném megkérni mezőtúri lakosokat, amennyiben regisztrált munkanélküli, akkor keressen bennünket, illetve menjen be a munkaügyi központba, mert tudnánk közfoglalkoztatottként alkalmazni január 31-ig, ami könnyebbség, hogy az menhelyre kijövetelt és hazajövetelt mi beleszámítjuk a munkaidejükbe. A feltétel az, hogy szeresse a kutyákat, ne féljen tőlük, és
ha véletlenül, mert a menhelyen nem csak a kutyákkal lehet egyébként, nem csak őket kell gondozni, hanem lehet különböző kis karbantartó munkákat végezni, vagy füvet nyírni, vagy majd, ha jön a tél, havat lapátolni. Ha ehhez érez valaki kedvet, affinitást, akkor nagyon szépen kérjük, hogy jelentkezzen nálunk. Az utóbbi időszakban sok kutyust találtak az utcán? Sajnos így ősztáján is mindig megszaporodik a kidobott kutyák száma, nem igazán tudjuk, hogy mi az oka. Most az elmúlt héten 3 kutya került a gondozásunk alá, de most már olyan szinten nincs helyünk, hogy 2 közülük szobakennelben van, és csak különböző zsilipelés, tehát csereberés úton engedhetjük ki őket rövid időre az udvarra. Úgyhogy nagyon szépen kérünk mindenkit, aki kutyát szeretne, jöjjön ki a menhelyre, válasszon, és akkor talán kevesebb kutya lesz, és utána a következőt is be tudjuk fogadni az utcáról sajnos, és kérem a lakosokat, hogy nagyobb felelősséggel gondoskodjanak a kutyáikról, vigyázzanak rájuk jobban, és legyen bennük csip, mert ebben a kutyákban, ebben a 95 kutyában egyetlen egyben sem volt csip, mi csippeltettük be őket. Egyre hűvösebb van, nyakunkon a tél is, hogyan kell gondoskodni ilyenkor az állatokról? Igen, a kutyák is fáznak, főleg a rövidebb szőrű, kisebb testű kutyák. Ilyenkor azért meleg holmikat kell a kutyaházba betenni, illetve ha van rá mód és lehetőség, akár be is lehet engedni éjszakára, verandára, erre-arra kis ágyikójába, vagy valami kis meleg helyre a kutyust. Mi is hamarosan kapunk több zsák holmit, amit a kutyák alá fogunk majd tenni. Az nagyon fontos, hogyha nyírkos esős idő következik be, vagy ha a kutya kihúzza a rongyot, akkor azokat vissza kell tenni, illetve nézni kell, hogy ha nyírkos, akkor meg kell szárítani, és másikat kell alátenni. Ismét sokan adtak vért a közösségi házban annak ellenére, hogy a soros virradást most egy héttel korábbra tették. Tájékoztatott minket Körmondi Andrea, aki egy októberi, hosszabbított virradásról is beszélt nekünk. Ma is lehetőségük van a mezőtúriaknak vért adni a közösségi ház nagy termében. Mi az eddigi tapasztalat ezzel kapcsolatban? Ez ugye egy rendes havi lakossági véradásunk, így szeptember végén, bár ez most egy héttel hamarabbra csúszott, egy kicsit meg is látszik, tehát ugye mindig az utolsó héten, utolsó szerdán van véradásunk, ez most pontosan egy héttel előtte, és ugye aki havi, tehát aki rendszeresen jön 3-4 ugye egy évbe véradásra, az most egy kicsit meglepődik, mert hogy nem tudják fölvenni, tehát ez most egy kicsit ilyen szerencsétlen dátum, de attól független vannak véradóink, tehát jönnek szépen. Sikerült új embereket is megnyerni a véradáshoz, vagy csak azok adnak vért, akik havi rendszerességgel szoktak jönni? Vannak új véradóink, azért mindig elő-elő bukkannak. Ugye egy évben 2 diákvéradást is szervezünk. Van, aki megmaradt. Tehát ott is azért van már olyan diákvéradó, aki 10-szeres véradó volt évvégén, illetve most is lesz olyan. Ők ugye, mint diákok kezdték el a véradást, és megmaradtak rendszeres véradóknak. Olyan véradónk is sok van, aki évekkel ezelőtt adott utoljára vért, és most valami indítatásból, vagy mert látta a Facebookon, vagy ismerőse szólt, hogy véradáson eljön, és akkor ugye ad nekünk vért. Az elkövetkezendő véradás alkalmakról mit lehet tudni? Októberben egy olyan véradásunk lesz, rendes havi lakossági véradás, október 25-én, ami meg lesz hosszabbítva. Tehát reggel 8-tól nem 1 óráig, hanem délután 4-ig leszünk itt véradással, így azok az emberek is el tudnak jönni véradásra, akiket mondjuk a munkahely nem enged el, hiszen sokan panaszkodnak arról, hogy nem tud eljönni véradásra, nem engedik el. Ha kiesik, elengednék ugyan, de ha kiesik a munkából, akkor bizonyos plusz bónusz jutatásokat nem fog kapni. Ezt mi figyelembe vettük, ezért most úgy próbálkozunk azzal, hogy nem lehetne így. Milyen lesz ez a meghosszabbított véradás? Tehát egyelőre most októberben biztos, hogy így lesz, és akkor a jövőre való tekintettel pedig majd meglátjuk. Lehet, hogy bevezetjük azt, hogy egy évben 2-3 rendezünk egy ilyen meghosszabbított véradást. Kedves nézőink, Önök a Túri Hírmondót látták, friss hírekkel pedig legközelebb majd jövő héten várjuk Önöket. Addig is viszontlátásra!